Mamutfog és álkapocs darab, mamutcsontok, illetve koponya és agyar. Ezeket találták egy Mária Gyüdi ház udvarán Baranya megyében. Kerti tereprendezés vége fele tartottunk már, a felső réteget elszállítottuk, mert ilyen törmelékes volt, és már csak tényleg egy pár centit akartunk leszedni, hogy sík legyen a terep, és akkor ezek a kis fehér foltok előkerültek, a csontnak a darabjai, és akkor azt kiforgatta a gép ott mellette, hogy ez most egy csont, vagy mészkő egyáltalán, vagy mi ez ott lent a lőzbe, és akkor olyan formája volt, ami olyan gyanús volt, hogy ez nem valami marhacsont, vagy ilyesmi, annál sokkal nagyobb. Ezek voltak a felfedezés pillanatai, meséli a tulajdonos. Testvére rákeresett a neten a mamutcsontokra, és a fényképek hasonlítottak az udvaron találtakra, ezért hívták a hatóságot, hogy bejelentsék a leleteket. Ezután érkeztek a pécsi Janus Pannonius Múzeum régészei, munkatársai feltárni a csontokat. Egy fiatalabb és egy középkorú mamutnak az állkapcsa, illetve agyar darabjai kerültek elő, illetve a napokban még egy állkapocs, illetve agyar darab került elő, ami szintén egy nagyobb mamuttól származik, valamint több borda darab is. Ezek az eredeti löszös talajból bukkantak elő, ami ritkaságnak számít. Legtöbbször kavicsbányákból, folyómedrek üledékeiből kerülnek elő mamutcsontok. Nem tudják, hogyan kerültek ide ezek a leletek Mária Gyűdön. Ezért most átvizsgálják a talajt, emberi eszközöket keresnek, amik vadászatra utalhatnak, mondja az ásatásvezető. A leletek korát most állapítják meg. Valószínűsíthetjük, de ezt tényleg csak valószínűleg mondom, hogy ilyen 20-25 ezer évesek lehetnek ezek a csontok, tehát ezek a későbbi vizsgálatok adnak bizonyosságot, hogy milyen koriak, illetve a talajvizsgálatok azok meg fogják tudni mondani, hogy milyen éghajlati környezetben éltek ezek a mamutok, illetve milyen növényzet volt körülöttük, illetve a fogcsiszalatból még azt is meg tudnánk állapítani, hogy mivel táplálkoztak ezek a mamutok. A csontokat most kiszedik és Pécsre szállítják további tisztításra, konzerválásra. Siklós szívesen megmutatná ezeket a leleteket, mondja a polgármester. Ha arra mód és lehetőség lesz együttműködve, akár a múzeumok igazgatósággal, akár a Nemzeti Kulturális Alappal valamiféle forrást szerezni arra, hogy ezek a leletek bemutathatóvá váljanak, és nagyon szeretnénk természetesen azt is, hogy ezt Siklóson vagy ennek a lelet állománynak egy részét csak Siklóson is bemutatni, és felhívni a figyelmet arra egyébként, hogy ilyen leletek is előkerültek nálunk. Közigazgatási Mária Gyűd Siklóshoz tartozik. Ezért lenne például jó helye a csontoknak a várban, ahol kialakítanának egy megfelelő teret a mamut maradványoknak, mondja a siklósi polgármester.